Intiglandozó halászlélat lengte be a helyi közösség mögötti teret Martonoson, ahova főként családi, baráti társaságok érkeztek, hogy megmutassák, hogy mit is tudnak kezdeni 2,5 kg hallal. A helyi kézműves csoport kiállítással is készült. És most úgy gondoltuk, hogy most, mivel ilyen nagy tömeg jelenik meg itt a faluba, bemutatjuk mi is a tudományunkat, ha bár meg szoktuk mutatni mindig, de azért itt azért csak többen látják, mint mikor másutt kiállítunk, és akkor szeretjük megmutatni meg a társaság véget. A romániai Újvárról, a szlovákiai Bátorkesziről, valamint Magyarország több településéről, így Algyűrről is érkeztek lelkes szakácsok, akik minden évben kipróbálják magukat a megmérettetésen. És az, hogy hogy készül a jó halászlé, hát szerintünk mit csináljuk a legjobban. Jó hal, így van, martonosi paprika, mondhatnám, hogy szegedi paprika is hozzá, mi azt hoztuk Algyőrről, vagy Szegedről. És mindent bele, szívvel, lélekkel. A program keretében színpadra lépett a Parti Band együttes, majd Dér Zsolt csontavéri hegedű művész. A martonosiak számára évről évre ez az egyik legfontosabb rendezvény. Egy nagy jelentőségű rendezvény ez a mi kis településünkön, mert úgy érezzük, hogy ezzel itt a régiót össze tudjuk fogni ezzel a halászlével, meg mivel hogy a Tisza közelsége is itt van, és akkor hagyomány ez nálunk, ugyan látszik már, hogy a 17. nemzetközi halászléfőzőt csináljuk. Az eseményt a Martonosi Helyi Közösség és a Ponty Sporthorgász Egyesület szervezte, és Magyar Kanizsa önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg.